Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Gábor vagyok. A mai éjszaka folyamán megyünk Horvátországba, egészen pontosan Orebicre, ahol 6 napot fogunk eltölteni, és ott majd bemutatom a helyi látványosságokat, nevezetességeket, és erről készítek egy szuper kis úti filmet, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, inkább megyek pakolni. Kocsiba vagyok, itt vagyok Balázsnál, mindjárt jön ő is, egy-két perc, aztán megyünk tovább. Megálltunk majd egy pihenőbe a pálya mellett, kicsit kinyújtoztatni magunkat, meg a lányok elmennek WC-re, aztán folytatjuk utunkat tovább. Körülbelül fél úton járunk, mind időben, mind pedig kilométerben. Most 9:45 van, és elvileg olyan délután 2 és 3 között fogunk odaérni. Úgyhogy hajrá tovább! Megálltunk még egy utolsó pihenőre, és egyben megnézzük a kilátást is. Az ott a távolba, az ott már Orebics. Körülbelül egy 15 percre vagyunk. Csak megnézzük a panorámát. Hát már várom, hogy odaérjünk. Most már 14 órája vagyunk úton, úgyhogy elég el vagyunk pillanatban. Hajnal 2-kor indultunk, most ugye délután 4 óra van. És még egy 15 perc, míg odaérünk a szállásra, úgyhogy nem is tétlenkedünk tovább, folytatjuk utunkat. Sikeresen megérkeztünk, már át is vettük a szállást, és föl is öltöttük a fürdős gúnyát, úgyhogy megyünk, csobbanunk egyet itt ebbe a nagy melegbe, kicsit lehűtjük a testünket. Igaz, Pötta? Igen. Kijöttünk, egy kicsit szétnézünk itt a faluba, városba, elmegyünk, megnézzük a kikötőt, meg elmegyünk, megnézzük a sétáló utcát. Meg volt a reggeli, bureket ettünk természetesen, hát mi mással indítanánk a horvátországi első reggelünket, mint egy jó burekkel. És a következő program az pedig korcsula lesz, kis hajóval, vagyis személykompal. Többiek még készülődnek, én addig előre megyek és megveszem rá a jegyet. Beszereztem a jegyeket, a többiek is már itt kampajognak előttem, és egy 15 perc múlva jön a komp, és megyünk is át korcsulára. Behúzták már a kötelet itt a masinisták, úgyhogy nekivágunk az utunknak. Meg is érkeztünk Korcsulára,
az első szembetűnő dolog mindjárt a kikötőnél, ezek a szép, virágos leanderek, azt hiszem leanderek. Ez egyből szemet szúr az embernek, és akkor itt van mögöttünk a várfal, mindjárt egy bástyával. Ezt itt meg fogjuk kerülni, és mindjárt bemegyünk a óvárosba, a főbejáraton át, ami itt látható a túloldalon. Van egy kis templom. Hatalunk be az óvárosba, egyre jobban. Középen a óvárosnak a főterén látható egy másik templom. Ahogy látom, most már oda föl lehet menni a tetejére. Úgyhogy a toronyba, úgyhogy azt megnézzük mi is. Itt kell fölmegyünk, ez a kis mini lépcső. Olyan szűk a hely, hogy táskámat le kell vegyem, mert nem tudok benne fölmenni. Ezt nézzétek! Alig férek el. Konkrétan alig férek el. Viszont megérte följönni. Megnéztük itt fönt, amit meg lehetett. Nagyon szuper a kilátás, úgyhogy aki erre jár, annak mindenképpen ajánlom, hogy jöjjön ide föl, Korcsolán a templomtoronyba. 25 kuna a belépés, tökre megéri. Nagyon szép a kilátás, úgyhogy gyertek el és nézzétek meg ezt is. Csak vigyázzatok, mert nagyon szűk a hely, tehát előtte úgy reggelizzetek, hogy föl tudjatok ide jönni. Hát ez nagyon jó volt. Ez nagyon nagy élmény. Ide mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen föl, mert ez a 25 kona, ez 1300-1400 forint, valahogy így jön ki, és totál megéri. Egy újabb hangulatos kis sikátor. Tele étteremmel, szuveníressel, mi egymás. Ember el tud veszni itt egy-két órát, mire itt körbejárja ezeket a kis utcákat, aztán megnézi itt mindent. Akkor itt végigérünk ezen a kis sikátoron, és kiérünk a várfalra. Most megyünk egy kört, itt körbejárjuk egy ilyen félkörében a magát a falat. Sétálgatunk szépen az éttermek és boltok között. Itt is van egy ilyen Marco Polo-s múzeum. Több helyen is láttam már. Itt a helyiek ugye úgy tartják, hogy itt született Marco Polo. Hát a Wikipédia szerint pedig Velencébe, úgyhogy nem tudom, hogy melyik az igaz. Van ilyen lejárat, lépcső, és le lehet menni a fal mellé, a tengerhez. Picit elhagyva a várfalat, meg egyből ilyen bazár fogadja az embereket, ahol lehet mindenféle csecsebecsét venni. Hűtőmágneseket, képeslapokat, baseball sapkákat, napszemüveg, stb. Stb. Amit az ilyen helyeken általában be lehet szerezni. Ennyi volt a korcsolói kirándulásunk, menjünk vissza a hajóhoz, és menjünk vissza Ore Beach-re. Kicsit sziesztázunk, mert már dél van, és már nagyon meleg van. Úgyhogy nyerünk a hajóhoz. Na és itt jön már a kis kompunk,
A személy szállító, azzal megyünk haza. Még meg tudjuk csodálni ezeket a gyönyörű leandereket. Azt hiszem, milyen szépen virágoznak. Mögötte a óváros, az utcának a hátterébe pedig a Pellyesák félszigetnek a kopár sziklái látszódnak. És egy ilyen öböl, egy ilyen gyöngyszem ez az egész. Nagyon-nagyon hasonlóak itt Horvátországban ezek az öblök, de ez a Korcsula, meg az Orebics, ez mégis másabb. Ez sokkal gazdagabb a történelme. Hát ez az óváros, ez már körülbelül ezer éve állhat itt. Vissza is értünk a hajóval Orebicsre. Megyünk egy kicsit fürdőzni, úgy beszéltük. Bár elég nagy szél van, de mindegy. Nyomunk egy kis fürdőzést, mert közben azért meleg van. Két nap után megint visszaülünk a kocsiba. Most már elmúltak azok a lelkisebek, amit az a 14 órás kocsi út okozott nekünk, úgyhogy visszamerészkedtünk. És elmegyünk most a Pellyesák félszigetnek a végéig, arra, Lovistjéig, és ott fürdünk egyet, megnézzük azt a kis falut, az egy kis ékszerdoboz, nagyon nyugodt, nagyon csöndes, nagyon kevés ember van ott, ez annak a helynek a milliője. És visszafele pedig beugrunk Viganyba, a Szörfös Paradicsomba, ahol kempingek vannak, meg sok ember. Az pedig egy ilyen nyüzsisebb falu vagy város. Úgyhogy ez lesz most a programunk. Milyen jó kis kiülő. Nagyon hangulatos, tök szuper. Csöndes kis öbölke. Waterdunky nevezetű ilyen windsurf, meg SUP, meg kitesurf bérlőhely, és akkor ott fogok egyet bérelni egy órácskára, és akkor jazzolok itt egyet, bohózkodok a part mentén tulajdonképpen. Ha ha ha!
Nem tudom, hogy a tokban mennyire lehet hallani a hangomat. Bejöttem egy kicsit szappozni. Hát egyelőre még csak bohózkodok, meg ülök, meg térdelek rajta. Fölállni nem tudok, az előbb fölálltam, az be is estem a vízbe. Úgyhogy most egyelőre ennyire futja. Leadtuk a szapot, úgyhogy most már borozunk. Följöttünk Orebicsni a kolostorhoz megtekinteni magát az épületet is, meg természetesen a panorámát. Fenomenális ez a kolostor, nagyon jó helyre építették annó a szerzetesek, és úgy tudom, hogy van saját boruk is, bár azt még sajnos nem kóstoltam, pedig már sokszor voltam itt. Megéri ide is följönni bárkinek, aki meglátogatja Orebicset, vagy Korcsolát, vagy a Pejesek félszigetnek bármely városát, bármely partszakaszát, és hogyha van egy kis szabad ideje, akkor ide, ehhez a kolostorhoz mindenképpen látogasson el. Elérkezett az utolsó nap, reggele, úgyhogy már pakolunk és megyünk haza. Megálltunk még egy utolsót reggelizni. A bajnokok reggelije Burek Schweppes-szel, és nézzük közben a kilátást. Többiek is. Megreggelizünk, aztán irány haza. Boszniában vagyunk, Neumba. Éppen jönnénk ki a bosnyákoktól, mennénk vissza a horvátokhoz, de most itt egy kicsit szivatnak minket. Majd 10 perce sorban állunk. Viszont ezt a problémát majd meg fogja oldani, ott a távolba lehet látni az épülő hidat, ami a Pejesek félszigetre vezet majd be, elvileg jövő év tavaszán fogják átadni, úgyhogy ezt a bosnyák részt majd ki lehet itt hagyni. Megálltunk még egyet gyorsan tankolni, mielőtt fölmegyünk a pályára, mert ott egy picit drágább, egy pár lipával literenként, meg így legalább el tudjuk füstölni a maradék készpénzünket. Egy inakúton Balázs eszközöl itt a dolgokat, megtankolunk, aztán húzunk is tovább. Megálltunk itt egy pihenőnél, kicsit kinyújtóztatni magunkat, és megnézni a panorámát is egyúttal. Közvetlenül itt van az autópálya mellett ez a pihenő. Ott a távolban még látszik a tenger, de most el is hagyjuk, úgyhogy el is köszönünk tőle szépen. Beértünk végre Magyarországra, és természetesen ömlik az eső. A francia jöttünk haza, miért nem maradtunk inkább ott a picsánkban? Sokkal jobb lett volna, hogy inkább ott maradunk, mert a szakadó esőbe hazajönni.